kezdődhet a menet. Ez a lány most itt pereg. Megérkezett hát a két gettos gyerek. Rumi és Papi, a két gettos forma. Ha sírni támad kedvem, beállhatsz a sorba. Verbális kivégzésekhez az ő fegyverük. Régóta fárják, hogy fingre megjöjjön az emberük. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kivégeznek egy kacsintásra. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kettos a vérük, ez van bátya. Verbálisan veszélyes, tettekben szezélyes páros. Jöttük miatt retteghet a város. Rumi és Papi, a két gettos daru. Ismerik a törvényt, tudják mi a szitu. Ha sebbe nyúl a sztoriban, teszik a dolgukat. Mert testvérem a lénekük mindig megoldja a gondjukat. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kivégeznek egy kacsintásra. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kettos a vérük, ez van bátya. Hasít a Verda, megy az üldözés. Kocsiban pedig a füstölés. Egy jó adott gettos cigi. Mindig rende hoz és nem ciki. A gettos zsaru kezében a flekó jól mutat. Majd a pénztárcádat jól átkutat. Az oldaldíznek hála, itt senki se szabhat neki gátat. Aki mégis megpróbálja, az bizony a végén jól megbánja. Mert ezeket a jó gyerekek, gettos a flowjuk, ne remegjetek. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kivégeznek egy kacsintásra. Bad boys, bad boys. Rumi bácsi és Papi kácska. Kettos a vérük, ez van bátya. Na so, szevasztok, geci. Itt vagyok. Dik. Kérdezem, mi a faszom van, tehát állj már meg itt végre. Így jó, megállt. Szevasztok, srácok. Üdvözlök mindenkit, itt vagyok. Jó reggelt. Micsoda. Jó, Anna. Sogy, hát akkor induljunk meg a gecibe. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Fontos tudnivalók a mai RP-ről. Second life van, a second life. Na. Akkor. Szia, tesó. Csicsi. Szia, helyzet? Nem sok. Vigyáljon lődi is, azt feltünk. What the? Még egyszer? Vigyáljon lődi is, feltünk. Nem sok. Most volt egy bobkét, azt lehoztuk. De jó tettétek. Hála Istenek, hogy nem vettem részt rajta. Csak szájuk volt, ugye, amúgy. Várjál. Tökítek. Hozzom az autómat addig fel.
Azt a mi ez a fent jó út. Soha, hát muszáj rá. Azt a kurva eget. És? Megvárjuk Lődit. Hát ja, okay. Járőr, aztán lesz valami. Csak a szokásos, tudod. Na hát ez be van töltve. Be van a bástya töltve, jó? Majd szújjék elmentök a jáért meginni valója. Szimpatikus az állás. Nagyon szimpátiás. De lehet főkére zsarnom rádióra is, nem? Nem hát. Te visz tudtél szájbák tálé? Halló, halló. Jó reggelt kívánok. Azt nem jó. Mi de fasza? Jöttem egy kicsit edzeten itt a városba, mert úgy látom el vannak veszve itt az elkövető. Meg kell basznom a szájukat. Ver a kurva életbe! Hogy miért nem baszol szájba? Te faszapó! Mertek autóért. Köszi. Na, arra mehetünk is amúgy. Mehetünk is, jó. Faszom, hogy lődögé vissza kell jönni. Merre kell menni? Na, itt van. Hol? Egyébként nyugatinban, 4-esben. Várja, bemegyek. Bezártad a kocsit? Ja nem, csak szimplán szar. Yes. Ja? Gyere már, puszi! Akció van! Ezt gyere. Gyere, akció! Nem, mi a fasson? Jó, van, megyek pár, mindig dolgoztattok, ha megjövök. Adjatok enni, inni, mert megpusztulok. Adok. Csak szállj be. Sőrem, ugye nem habuggenyó vezet? De. Jó, akkor hívjál szerelőt. Megkaptad? Megkaptam. Sőrem, mi a helyzet? Mesélj valamit. Ide fasza. Sorskát hozzunk egyet, jó? Hogy a sorkátomat verjem bele. Itt fogok megpusztulni. Nézd meg! Nézd a buzit! Nézd meg! Helikopterezünk egyet. Ezt nem akarok még. Azt majd a üldözésnél akarok helikopterbe venni. Nagyon jó az a halózást, amit adtál, tesó. Kifőzte, nagy buter? Na, akkor írjuk a gobokat. Szépen. Én leszek a túlsztárgyaló, vagy te? Én. Jó, hát, megbeszéltük. Megint bezárhatod a kocsit? Nem. Itt vagyok, bazdmeg. Hallod, Buzsi? Ja, csak szimplán láttam. És akcióparancsnok? Nem én vagyok az akcióparancsnok. Ki a geci? Hát nem leszek. Te leszel. Mi megyünk túlsztárgyalni. Só, de! Persze, az a legjobb bevetési esetség vagyunk. Csak verbális sem tudjuk itt kifejezni magunkat. Semmileg üldözés, lövöldözésni. Az szopás nekünk. De egyszerűen nem akarok. Legyél már légy itt a só. Olyan rég voltam. Légy, gyorsan megcsináljuk, jó lesz. Igen, nyomodak. Valami kötő gólya van.
Léci. Jó, jó, izé lesz, ha mutatunk egy jó gobol egyet. Nem jönnek a mesek a kollégák? Hát de, amúgy meg kéne várni őket, nem? Mondjuk. Jó, megvárjuk. Jó, persze, megvárjuk. Várjunk egy-két percet, azt majd utána érké. Igaz, igaz, igaz. Ja, hallod, hogy fabut tartunk, kicsit várakozunk. Addig mesélj már nekem. Már mindegy. Jaj, csak jó. Ja, okay. Az ez megtörtént, aminek meg kellett történnie. Hát de az a vicc, hogy senki nem érte, hogy elindult valami életed. Ja, persze. Megtudták, hogy mi jövünk ide, gondolom. Hát az lehet. Én összetem meg itt, hogy a 98% nincs itt, de a 2% igen. És azt nem vagy. Fú, geci. Ez jó lesz. Hát nagyon fasza lesz. Amutartó, beszélj már, mert nem hallom a buzis hangot. Jó, hallak, jó. Hallod, legalább szóra az égt fejében, hogy... Ja, rádió, nem akar bejönni valaki a kollégák? Rádió, jön valaki ide balkra, vagy kéne helpe, hárman basszuk a picsákat, a többiek nem tudom, hol a faszomba popon csapadoznak a neurológiai eseteim. Hallod, szúj. Mondjad. Nem tudtok helpeni banka, mert összi számon vagyunk egyébként. Most várjuk a rendelésünket, hogy legyen kaja, meg pia. Micsoda, várjál, keresem a gobokat. Ezt majd én intézem. Keresem. Ebbe fölök azt, hogy tudja, parancsra szopunk. Csak szóljon. De azt nagyon csúnyát tudunk, de csárázni is. Csak mondom. Abba veretetlenek vagyunk. Kacsit, ha megújja esetleg, a... na mindegy. Jó sorakozás. Szerintem ne folytasd tovább. Így van. De az biztató, hogy ennyien vagyunk amúgy. Mi a fasz van? Hát, elmondhatom én neki, vagy te akarod? Szerintem mondjad te. Jó, figyelj, arra van szó, tudod, hogy ha én és hamutartó, szóval a mi stílusunk eléggé forró, érted? Nagyon... Milyen értelemben? Hát, ahogy ez valami szeretnéd, mindennek megvan az ára, de... akik vannak, azok mind 2%-ok. Ti 2%-ok vagytok, amik elmények minket viselni, mert mi 98%-ban elviselhetetlen gettók vagyunk, érted? Ja, érted. Miért nem úgy bebe vagyok minket erre? Szóval mi így toljuk a témát, érted? Ne kell aggódnod, mert én és amúgy tartunk, gecsre jól tápláljuk a mások elméjét, főleg a neurológiaiakért. Most is akarok csinálni, hogy egy tesztet, eljössz velünk? Milyen tesztet? A neurológiai teszt. Figyelj, ez egy új vírus, és mint tudod, mi régen orvosok voltunk, ha mutatod, legalábbis imitáltuk azt, hogy tudunk gyógyítani, érted? Uh-huh. Csak a lóvét vettük fel a faszba. Jó, mondom, amúgy. Na, akkor... Szipatikus. Én azt mondom, hogy keresünk egy rádiót, ha? Jó vagyunk, mirek hárba vagyunk, Bora. Hallod, bátya? Én nem akarok osztani szorozni, de szerintem jó az a 14-es. Jó. Hallod, Habu, menjünk be oda ketten, azt adjunk a élvezettek, mit szólsz? Ja, csak közben az egyik ütő goboljon. Aztán... Ő gobolni fogó! Királya, rohadjon meg! Az utzárakat tegyük le. Minek? Fajd úgy fölkeszedni. Hagyd a faszomba! Úgy is fölkeszedni. Minek? Én nem fogok dolgozni. Ha nincsenek itt a minionjaink, akkor ez van. Majd azt mondjuk, hogy ott van lent, kacsit. Az borult ott egyet. Az ott áll, ez megtáló. Szia, nem kell. Akkor viszlák. Akkor szop ki a faszom. Hé, értem, mondhatsz. Igaz, ez... Hú, fél kellett. Hamutartó. De most ez ők kívül, hogy minek mondtad ezt ki? Ember, húzzon már a büdés picsájába. Le van zárva a terület, ezt meg itt baszok. Fasson! Véget ér!
Kilőttem a kerekét, az összeset. Hát szerintem én nem csak ezt az volt. Ő tette a kezét. De minek jön ide? Én most lelövöm. Még ne. Jó, oda lövök a földre. Nem érdekel. Egyéni szociális probléma, beszoptátok! Kussolják, kis geci! Már nagyon keményen tudod, ha utána. Szóval jó, egy kicsi stegbe. Mondd nem a stegbe, testvérem, nyugodj meg, megjött Lődi! Lődi megnyugtat 1%! De most Dick, még idei rapperkodni, azt hogy megyed? Hát tolod meg a faszobát, itt tolatgatsz! De várjál! Azon kell a kis bankon. Ja, vegyük el a skúlókat. Amúgy jó ez a kis desszert, picsú. Tesó, ez a grokkarista jó voltam. Dajon Csukkel voltál? Ja. Na, én tudod, látod, bátran elbújtam a kocsi mögé. Azt gondoltam, ezt valahogy éreztem. Én inkább most jobban nézek. Micsi, maradjál így, be is fedezel fejre. Így van. Jó, de tényleg azt kell bejönnek a zárásba, meg találgatnak, akkor hagyj menni nyugodtan, tehát nem kell valami baszakodni. Jó. Nem kell kicsit. IC ügy nem tudom, tesszük, hogy van a nála, fogalom sincs. Arra van szó, Jack, hogyha életre esetleg véget ér a happy ending, akkor mi jöttének ide tényleg, mert félünk? Egy autóra, vagy két kocsira egy autó. A gettőzőnök mindent megoldanak fölök a szony. Jó, akkor elindultunk befele. Jó, csak írd ki. Ja, jó. Oké, bocsi. Tedd fel a kezedbe, ti más vagyok, jobban rá vagyok, majd játszom veled. Sjó! Az eszem elvesztem, hogy rád gondolok, mert a tiéd vagy... Jó, megjöttünk most már. Elnézést, jó reggelt kívánok! Ez jó lesz. Bejöhetünk? Kop, kopogtam! Kopi, jó reggelt! Jöjjenek! Jövünk! Tamisztus! Jó napot, Baktalé testvérem! Ne aggódjál, nem a földeken voltam! Meg figyelj, már nem mindent neked! Várjál, Dave, hallod, ezt intézem, őket tudom. Intézem. Hallod, ő tud minket? Ő tud minket? Várjál! Na, davasz, Baktaló testvérem, szok ki veletek! Tamisztus, és szállj, Baktalé, Murosa, Vándosa, Vándosi! Figyelj, egy kérdés, Ando, túl sok? Merre muzsikálod? Négy darab, ott van kettő agyatlan, meg ott van hátul még kettő agyatlan. Jól vagytok, nénye? Mondd neki, hogy még egyszer agyatlan, az akkor ő lesz agyatlan. Ezt pont megbeszélitek utána. Bankrabló urak, hölgyek, tippixek. Nem tudom, ki a megfejtés, de... Akcióparancsnok úr, négy darab plusz található ebbe a kibaszott bankba. Kettő agyas, kettő agyatlan. Bankrabló urak! Egy kérdésem második közben. Mondjad, az az igazság, hogy ő... Akkor menjetek át a másik rádióra. Akkor most hogy is vannak a túlszok? Tehát van a két férfi jobb oldalt, igaz? Hagyasra, bocsánat. Van egy nő. Így van kettő férfink. Meg van hátra még egy nő, meg egy férfi. Biztos, ő nő. Na én nem akarok senkit sem megsérteni, tudja. Elvileg ő egy nő. Elnézést kérek, ne haragudjon. Akcióparancsnok úr itt van. Hát, okay. Látja, éppen erről beszélek, nem lehet... Na, figyeljetek, akkor addig a testvérem addig szórakoztatja, túl szokat tudod, hogy te... Hallod, itt van a dildója, ízé, hol? Semmi hagyja. Dick, dildós? Hogy rohadjál meg? Dildur, kandur, na mondják, testvérek. Jó, figyelj, tesó, merre kérsz szabad utat? Jó, koncentrálni, ha mut tartod. Jobban maradjál, mert a csöcsnéző vasember. Majdnem összejött a urológiai csodám. Én vagyok vasember. Hát mi van veled, Hellraiser? Hát tiszta század csőg a fejed. Na jó, csős, kussolok, jó van. Jobban maradjál, Matte. Jó van, Gombosti. Mi van veled, Mad Max? Kiszült az agyam. Mennyi pénzt akartok itt patyirázni, hogy ez a bankra lesz? Minden jól menjen, tudod, hogy beszélj. Hát az alvosz arról megy, pász meg, halad, jobbra, zsajjatok már nekünk egy szabad utat, testvérém, kettő túszi, ez, okay. Azt a kettő gyász, az meg kimegy ott hátulról. Jó, figyelj, akcióparancsnok úr, hát a Savó bankból kinézve jobbra teljes szabad utat kérnek ezek az elkövetők. Teljesíthető?
bambó kifele a jobbra. Ha nem, a kung fu nuku kicsángó, becsángó, rúgás, a kettő pörgő, forgó, ott illan visszanézi, van merre. Várj egy kicsit, hallgassabban beszélj, már tesóban ez itt üvölt pögöttem, ez a Mad Max. Na, hány túlszél lenne? Kettő. Haragyom a frufru mester. Mióta elhívtad? Figyelj már, ne akard a haragudját, ne haragja csagadra a Mad Max-et, ha munkegyünk. Soki, a két agyatlan kimegy. Várjál, de a frankó agyatlanok vagy azok az agyatlanok? Az agyatlan-agyatlanok, nem a frankó agyatlanok. Az agyatlanok. Akcióparancsnok úr, a két agyatlan kimelt, jelentem tisztelettel, csak egy kicsit pelet nidrokainozva a lábuk, azt most érdelnek még ezerre, szóval nem úgy megy neki. Akcióparancsnok úr, hozzanak egy beltartót. Hármas rádió! Hozom őket, mindjárt kiküldöm. Na itt van ez a kettő, vagy ennek ő kéne dugni a segélybe azt a gumibodat, mert ahol ne évezi mindkettő. Állod rá nézni, azt összeszorta magát. Na jó, azt jó, persze azért csoki vagyok. Mi köcsökfehér túlsok, most meg. Hát így van. Fehér. Ez a diszkrimináció. Ó, Dick megszólalt a hipófejű. Hagyjad már csórod, bazdeg, nem érted? Én is szeretem a fánkot. Lehet ő is belefejett egy ilyen kis tudott porcukros. Tudom, azt én is szeretem. Jó esti kokainozás. Na. Jó volt, tesó. De figyeljetek. Na. Most te jössz, Lődi, én kussolok. Csak oldalvizet teszem. Na, jó van, figyeljetek ide, akkor őszintén beszélgessék. Mennyi a pocsinás? Mennyit tudtatok sikkázni ebből a kis bankból? Hát, nem tudom, nem én törtem. Nem extra. Értem. Mik a követelések továbbra, akkor úgy gondolom. Na, az egyetlen valamelyiké majd kiválasztják, amelyik jobban tetszik ott a térdelőssé, már úgyis meg van fektetve. Azért egy tisztelt... Egy kérdésem lehet. Na mondja, testvérem. Kedves túsz úr és túsz hölgy. Milyen kapcsolatban állnak önök? Üzleti? Ez teljesen üzleti. Üzleti? Rendben, és akkor magáé emelett termék? Barátság extrákkal. Barátság extrákkal, elnézést. Jó, mert van a nagybátyám, a lenyolt hagy nevű Stici, kalapban. Úgyhogy, ha gondolja... Ja, jó, akkor rendben, kollega, értem, semmi gond. Jó, akkor... Még egyszer akcióparancsnok úr! Amúgy tartom, mondd a svájci utat, ez nyista, Kambodzsa. Barátságok, ezt rá kell elérzést, a részőrös beakasztja azt a nagy patáját, he. Nem ők kell frissíteni. Hogy lássák. Hallod, engedjük meg a kocsmák, de akkor először habutartó. Raktam egy újabb lezárat. Mit mondtas, férem, na azt, azért az egy csücs megnesi, szeretnénk felüldözést kérni. Ja. Megadható. Ne haragudjál, de amíg igen? Az árut nem teszteltem, egy forintot nem adok. Hát sose lehet tudni, hát akkor tesztelje gyorsan. Az árut azt úgy teszteled, hogy itt ez 15 milliónak kezdődik. Te figyelj már ide, Willy Wonka utánzat! Ülj már vissza magadnak a sarokba, mert olyan sticit vágok belőle, hogy visszafordulsz a tengerbe. Leadod a szolgálatot, azt kimegyünk, ezt megnézzük. Megnézzük, tesó, csak az a baj, leadom a szorít, akkor én gettósba tolom, egyből bököm be a gyomorba. Azaz. Csak kortom. Hozzá fegyelek, és mert fájni fog. De most várjál, most kívül tárgyalunk be egyébként, a túlsz a többet beszélgetünk, mint az elkövetőkkel. Ja, egyébként ti vagytok, ti raboltatok bankot, vagy a rénszarvas genyó? Mire voltunk, de részhalvas, ez csak ilyen csicskaság. Ja, ilyen kis... Akkor igazából ez a... Gyere ide, takarodj. Így van. Igen, meg a zsivány szóval lát, akkor... meg a zsivány látlak, tudod? Igen. Így van, meg így akkor van. Igazából ő a fájér, nem a feláldozható. Igen, így van. Az X-Men-dobidus, dibidabadubappá, tudod? Sure. Így van. Szóval azt azért csak megnesi, szeretnék egy felüldözést tisztelettel. Hogyha kell, akkor próbálják ki, ezt tesztőre vigyék el. Mondok egy jobbat? Nem. Maradj már csődben, így a faszobba! Most épp az életedet mentem. Ne remeg. Majd utána megbeszéled a pillangódat. Köszi. Azt a kurva szájukat. Na, Sofi, zsejé, az lenne itt a kérdés. Megpróbálom elsütni az akcióparostok kurdálat. Nekem ennek kérdése. Szép szarvas, menjél már vissza, he! Hova mi? Menj már vissza! Elég volt, ezt nem bírom már tétlenül nézni. Ne! Kapcsoljátok már ezt a kibaszott klímát, nem látjátok, hogy olyan a csöcs bimbója, mint egy századszög? Figyeljetek már, hozzátok már Metlak, itt elvágja bimbóval. Hát, most meg. Na, azt akarom, mindjárt megduválom az akcióparostok úr, hogy egy túlszél, ne legyenek ezek a felszólítások, azt csak üldözünk, ameddig megyünk. Csak egy fel legyen. Na, jó. Jó, csak akkor ebbe beletartozik az, hogy egy baki vagy bármi, és nincs ott rendesen csinálva dolgok, azonnal szétlövődözünk titeket de a gecibe. De megoldható egy MLDS tarifáját, hogy minden jól legyen csinálva. Igen, mert én vezetek úgyis. MLDS tarifát, mi a szádba adom? Kussoljál már el ott sarokba!
Megfegyelmesedtem a kölyés sarvas? Létezik fasztorlas, te igazi pénztorlas vagy. Ja, a na, akcióparostok úr, az a feltételük vagy kérésük itt ezektek a elkövetőknek. Igen. Ne minősíts őket, pénzt csinálunk igen. Belőle. Azt szerették, hogy egy darab túszér. Felüldözést szeretnének, és hogy ne kelljen senkinek se arra figyelnie, hogy ezek az írásgatások menjenek, hogy ezek ne legyenek, és akkor megyünk, ameddig megyünk. Figyelj, már egy egység van kint. Amúgy azt nézem. Dehogy is, ez csak oldal a víz, ott van az egy egész hadsereg van, itt csak azt, hogy tudod, ugye, hogy felüldözés megyen, csak akkor ne legyenek felhívások. Érted, üldözés, üldözés. Ha kell, akkor órákon keresztül üldözzük a picsájukat. Itt meg alattam a nagy lődök kolbász, azt. Én egyben vagyok a Mekibe, és akkor a másikkal meg kivegyünk, mit szólsz? Jó, akkor legyen az, mondom nekik, hogy kettője bele. Milyen bántás, hogy még így dicsértelek, mi van veled? Oké. Én így azt mondom, tesz szépséget, hogy vagy meg. Várjál már egy kicsit, vagy utána. Várjál már, Rődi, utána vagy főszeded izének streetre a gázsit, csak előtte. Hát jó, de nem látod, hogy a szakmázok hamu, miért kell basztod a kurva? Mert most éppen csinálom a bizniszt, nem hogy csinálsz. Ja, ott is biznisz van, biznisz, jó, akkor idejtett meg. Ja, biznisz, biznisz. Na, azt beszéltem az akcióparostok úr, hogy két túsz. Na, igen. Ja, passza. So, két túszér, az legyen, hogy ugye megkapjátok ezt, amit megbeszéltünk. Jonas, szóval nem lesz felszólítások, csak annyit kérek, hogy a terepjáróba legyen már a pénz, akkor amit be, érted? Jó van, nem azzal megyünk. Na melyikkel? Ha én azzal a kis szarra, az a kis nyikhajja. De melyiknél lesz a pénzbe, akkor arra rakjuk a kocsit is. Hát a terepjáróra. Szimpatikus, jó. Passzapózó, mikor én vezettem a G80-at. Jó, és akkor azt szeretnél, hogy egy túsz küldjük ki előre, a második túszra meg együtt kivegyük. Szerintem na, jó. Willy Wonkát küldjétek ki a faszomba, négyen úgyis így van, Willy Wonka. Willy Wonka, hess innen. Willy Wonka, menjen bele, aki a rendőr szájába. Hallod, most te hallod, most komolyan nem tudom néha eldönteni, hogy ő most férfi vagy nő, ez a szerintem munka. Ez ilyen ultranacionális kétértű kazán. Tudod, értem, ez a inverteres. Így van, amikor... Jegy kétértű, tiszteletem. Marsz meg, rájöttem. Hátul, hosszú elő rövid. Hallod, ő a tényleg. Hallod, de amúgy egy kérdés, mire támadod, mire jöttél rá. Ez az a fajta, hogy valamikor bemelegszik, valamikor meg, de nem, amikor, amilyen kedve. Így van, így van, ez így van. Ez tipikusan értem. Azt tudod, amikor a kívül jó a hőmérséklet, akkor nem megy. Amikor fázik, akkor a földből szívja föl a hőmérsékletet és kiárassza magából. Komolyan, bocs meg. Jó, igen. Akkor még egy kérdés. Tedd föl. Asszonyom! Igen. Ficsélj le! Mit szólna hozzá, hogyha nagyobb csöcsöket rakadták be magának, meg feltöltött ajkakat, akkor talán hát, sokkal extra pénzt lehetne kerestük magán. Viszlát. Csak bejövetel, minél több. Azt sem ficsélj, legyünk őszinték, várjál, Dícsen, legyünk őszinték, 70-30-ban ki tudunk rakni téged egy védett streetre. Nem. Egy nagyon védett szobát, jó, 60-40. És egy plusz kutyát. Tied a 70, miért a 30, ennyi? Nem. Hát figyelj. 95-5. Figyelj. Jó, hát ennyire szeretnél, akkor 95 a még 5 a 10. Nem, hát fordítva uraim, fordítva. Figyelj, nincs gond, akkor ezzel túl kiállsz bárhová, folyamatosan 72 órán bent leszel, megbeszéltük. Cserébe a 95%-ért teljes körű védelmet adunk, és kapsz egy gyönyörű uraim. Nevet, Poor Angel. Az lesz az új neve. Poor Angel, rohadjál meg! Összekevernek a nagymamájukkal. Honnan tudtad, hogy a mamát? Isten, Ödi, nem bír a faszával! Hallod, csomamáról! Nem érted, ismert a mamát! So, mehetünk akkor? Mit szóltam? So, mehetünk, csak ezt teszteljék már le, mert kicsit akadozik ez a masin. Na, jó, hát, hölgyem, kéne menjünk oda hátra, hoppá, ez. Négyen ugorj egyet, jó? Négyen ugorj egyet, mert... De ne a pont-pont-pontban, jó? Légy szíves. So, ne a meg... Kiárt maguknak. Na, Billy csedd le a faszomba! Nem! Igazi picsa! Haladjál ki fel a picsa! Elnézést! Haladjál ki fele most már a faszomba, tényleg, mert elő kell venni most kulót! Jó, álljon most már le azért, már itt a menjél már ki fele! Jó, viszlát! Állj már le! Hogy ijedjek ki az a szürke, lerinocírozott fejed! Áld meg, stricsi kezem! Ne, ráfogtam a kezére! Menjél már kifele! Mennyi zsúf! Fú, hogy a retardát! Mehetünk a kobi is! Gyertek! Szirénára indulunk! Ijedj meg! Gyertek! Szálljátok! Szívezet!
Simon beteg. Öcsi. Jó, ne remegjetek, nem vagytunk kocsonyák. Te vezetsz, Forsz? Most mi a fasz van? Most miért évezetek te buzit? Na, vezessél most. Vezessél már akkor. Én nem, dehogy vezetek. Na, csináltak, haladjunk már, mert mennének. Hát de ülj már be ide hátra, geci, mert folyamatosan előre ülök. Akkor menjél, ülj be, nem tudom. De ülj be hátra! Hogy nem tudsz rendesen be... Nagyon évezettek, menjünk a picsába. Hát te geci, ha nem akart előre beülni. Sziréna az, hogy menni. Mi a fasomba akarod, hogy sirénázni? Egyes, nyom már meg a dombatot. Mi a fasomért nyomja? Nem nyomom meg, jó? Nyomja meg a fasom. Léci. Öcsém. Mária. Terepjárod köves. Mi van veled, és mit remegsz már, ezek a legjobb csapattal vagy? Meghalsz, kurva! Meghalsz! Nem veletek van bajom. Hanem mivel? Mi a baj? Hárat vagyok magad. Hát jó, hát akkor feküdjél el. Én nem tudok vezetni, ezt beszoptuk. Leszarom. Eddig üldözhetem. Te jó, hát hátunk mögött van. Tudom, de ezt elbasztam. Na jó, most itt elszívok egy cigit. A legjobb üldözés, geci! Azt a picső... Ott van, most látom, megy. Látom, a shortcut, bassz meg! Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü! Bassz meg! Fassom! Geci. Fassom! Fú, fejlődj. Ő az amúgy? Igen. Jó. Kap! Hát a fasok megeszitek! Én vezetek most, hogy én nem tudok vezetni, csak sebekbe vagyok, jó? Jó, menjél, leszarom, nem tudsz szedni. Jó, abban bozzék, ne remegjetek! Minden rendben van, egyszerűen rendben! Bozzék! Jaj! Hallod! Szállják ki, vezetek én! Jó van, kiszállok, bozzék! Ne, menjél! Nem fogsz tudni beszállni, mert szar bogaras. Amúgy egész jó vagyok, nem? Most ezt kijelöltem. Hát csak háromszor pitáltad le a gyereket. De... Jó, van véletlen volt, esküszöm. És amúgy ki van előttem? Az egy rendőr? Hát nem, szerintem találjuk. Igen? És azért jött elém, hogy őt is kinyomja a gecibe? De ne, hagyj. Jó, az felakadt. Menj oda, menj vissza hozzá. Fut, futva megy, állj meg, állj már meg! Uram! Merre ment? Jó napot! Mi történik? Haladjon el ide, jó? Ne kell kétszer mondanom. Ja, jó, ha. Fegyvert tartani. Ember, nyom már meg izébe. Jó, szétlőttem rá egy tárat. Ember. Lából lőttem. Egyet kilőttem. Szép. Ember ez idő volt. Esküszöm. Mindegy, kilőttem fejbe szegély kétszer ittem. Hát gondolkodtam én is, de már bánom, hogy nem lőttem le. Ölöttünk vannak, figyeljé. Vannak. Ezek lőni fognak, fedezék! Miért rájuk megyek? Megfogom a kurva satitus rájuk. De elkezdem átmutatni az oldalát. Kívül van, nem? Találtam az oldalán egy kis pisztolyt, elvettem egy búvár felszerelést szépen, elvettem a lőszert szépen, elvettem. Honnan a rádiót, bazd meg? Micsoda? Honnan a rádiót?
Meg vagytok még? Nem, lőnek ránk. Hol? Merről? Túlcsán itt, ahol voltunk, föntről. Fentről lőnek? Halló? Igen. Igen. Kérek. Segítsél, mert mondom, merre vagy? Hát a BMW-t azt már lődöztem. Merre vagytok? Ja jó, várj, megyek fentről. Fent van a gyerek? Lehet, fent mindenhol vannak, körbe vagyunk véve. Várják fentről, kibaszom mindjárt. Lődi, segítenél? Vagy csak ott pered a faszod? Keresem, nem látom, várja. Megy hátba nektek. Beveszek szépen egy Just Spirit a feldobcsilopításra. Ott van velük szembe. Hát ha látom is. Meg kell vennem egy Just Spirit, van nálad egy fellét, te csó. Köszi. Gyere itt a földön. Köszi. Nem látom, genyó. Még ha rálátnék, geci, nem látok rá. Szépen fölveszem a mellényt. Becsatorom szépen a vállamon. Szépen. Nem látok rá a palira. Nem látunk. Hátba fog inni. Dobjatok egy párikot. Az a baj, nem jöttek. Majd úgy. Jó, csak az a szürke autó sem volt ott az üldözésen. Hát az is igazam. A BMW az elment már. Már épp hátban vagyok a gyereknek, jó? Ott a fánál van, a nagy fánál, ott ahol lőttünk. Halt, meghalt. Én vagyok, ne lőjél, én vagyok. Te vagy? Szétlőttél egy geci. Igen, kilőttem. Ja, jó. Egy még van, várja. Halt másik is. Éljövök ki. Nyugi, nyugi. Van a bömös még. Kettőt kibasztam. Jó, leajolok szépen, elkezdem átkutatni az urat. Fedezékbe. Rendben, elvettem tőle a lőfegyverét, a baseball ütőt, mindent, ezt lefoglaljuk. Oké, jövök. Gyere már, buzi! Srácok, felmegyek és kidobom őket. Jövünk mi is föl veled. Gyere föl, Lődi! Gettócsarukba, esd meg! Sos, kajakra gettó. Fent van nyugatén, vagy tudom, szétlőttem azt is. Vegyünk itt el hátul. Vegyünk vissza, ahol lejöttünk. El kéne valahogy menni innen, srácok. Most vegyünk, gyere, vegyünk vissza a kocsihoz, fussatok erre. Jó, jó, futi van. Hármas, geci! Gyertek, futi, futi, futi. Merre van a kocsi? Erre, gyere. Jó, jó, felmegyek, aztán itt van még a bőm, és azt kibaszom. Oké, tesi. Várj egy, szerintem fájt van, vagy minket vár? Minket vár szerintem, nem tudom. Esett a kereke. A mélynek is ki van. Ez veszett így, srác. Gyertek le, gyertek.
halljátok, fussatok lefele. Van valakinek hajója? Dehogy van. Gyere lefele futtás. És úszunk, srácok, úszunk, gyertek. Úszás van. Csak jön egy helikopter is, bazd meg. Jó, csak úszunk, geci, gyertek van. Rődi, gyere, ússzál! Nem lehet, tesó. Merre betté? Gyertek jobbra, jobbra. Móló felé? Tessék, Paletó felé, jó. Ott a helikopter van. Hogyha elértünk az éhez, hogy mondjam, van ez a híd, vagy hogy mondjam nektek. Hogyha jöttek jobbra, úgyis látjátok, mert GPS-en láttok. De figyelj, felesleges tesó, mert a admin ügylet belőle mi tartottuk a szabályt. Norra nem don a válasz, ez mindig egyenlő. Várlak titeket, jó? Hol vagy? Még egyszer, merre megyünk? Jöttek jobbra, full jobb. Itt úszunk, igen. Hát azért lepusztítottuk őket. És a mólóra te hogy mászol föl ott? Hosszon belét, ha mutat, hogy megúsztatsz! Hát nem én úsztatlak meg a fődi, bazd meg! Halló, halló! Ott vagytál a gecibe! Na, és gyertek, gyertek felfele, felfele. Látjátok nyomkövetőt, de... Na so, nem tudom, gyertek. Hogy ez egy új dolog, de vágod, hogy a fekták nem tudnak egyre úszni, és a csokig, érted? Én is az vagyok, mégis tök úsz. So, hát te ilyen rohadjál meg akkor, te vagy a kivétel. Jó, félvér vagy, az a baj. A létrán mászni. Kikették be! Merre vagy? Gyere, 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 a létrán mászál fel. Várj, valaki becsatlakozott még a rádióra, hello? 200% kadéti ismerős. Sziasztok, szevatesi. 200% bassz meg, gyere gyorsan, erősítés, passzom, lőnek a kis gecik. Gyorsan, hogy gyere ide, gette osztok, ez parancs. Itt vagyok, csak pontosan merre vagytok. Itt a geci mólónál, most úszok ki a faszba. Gyek a mólóhoz. Terepjáró vagy, gyere. Ah, nem azzal jöttem. Sine, hogy becsül most ki? Lelőttek amúgy valakit? Kettőt lelőttem, tesi. Itt vannak kollégák a rádió? Hát várj, ez még a bankrablásos sztori. Igen, kim vagyok a bankrabláson. Hát az már élnek mi? De nem, na figyelj, elmondom lényeget. Négy éves bankrablás volt, egyedül mentünk ki. Lőd, az is lett belőlem, kettőt kilőttünk, most elmenekültünk. Hármat lőttük. De aranyos, hogy hozzátett minket is. És lőttek ki egyet. Melyik bólónál vagytok? Igen. Nem mondjad. Hogy az ilyen? Egy helyben állt? A kocsiból lőttem ki. Ja, jó, az jó. Mármint a bizony személyéden, mi a neved? Jabari. Pacific Bucksnál vagyok. De az ott milyen helikopáter ott fönt? Rendvédelm is, srácok, rendvédelm is. Legalábbis rendvédelm is heli. Milyen nevet mondott? Kristóf, itt mi történik? Tesó, gacsa. A lövöldözés lett a vége. Mi voltunk? Passom, ne tudok más. Megbeszéltük azt, igaz. Látod a GPS-emet? Látom, itt vagyok felettetek előre. Akkor valahogy... Gyere már, értem bazd. Gyere már le valahogy, értünk. Oda szállj le a mólóra, tesó. Ja, fel vagyok szarva, szállj. Kis autóval. Pöri, gyere gyorsan, nagyon fél a seggük. Szaladjatok, jön a heli! Gyertek a végére, mert ott nem tudok leszállni. Jó, csak nehogy ott legyenek elől a köcsögök. Hát arra figyelni kell. Kis autós volt a közelben, meg egy terepjáró. Na hát azokkal kell vigyázni. Arra a terepjáróra vigyázzál, amelyik ott száll le. Ja, az nem volt. Kecsi. Egy krómos terepjáró, akkor az autótok is. Nem figyelzek, mentőt hívtak? Ez is komoly. Nem, én vagyok az, csak így adta ki Alimet, na mindegy. Fasz meg. Fasz. Kajaki mentős edit adott ki, ez erős mondjuk.
Földi, de jó, hogy itt vagy! Majd beszartam! Mehetünk, Földi! Hallod, nagyon fostam most, geci, azt a kúrőt! Hallod, én szereztem fegyvereket! Búvár felszerelést, ütőt! Azt a lefoglaltok barakot, kacsit, persze, kacsit! Persze, kacsit, kacsit! Lezárás, vegyétek fel bankról! Az nem maradt. Hallod, előttem volt szerintem 200 lőszert. Ködi, sose gondoltam volna, hogy ilyen bevetéssel, de ezt mi túléljük. Tehát most nagy taps nekünk. Büszke vagyok rátok. Sa, igaz, hogy mondjuk egy... Ráadásul habutartó lőtt is egy embert, bozd meg. Ezt hiszem hihetetlen. Igen? Ja, verbálisan. Ja, hát én sem hiszem el. De meg verbálisan is kapták. Verbálisan én jobban, jobban tudtam célozni. Itt inkább csak imitáltam az akciót. Főni, kivertek egy kis lőszert, meg közel 200-at előttem, jelentem nagy tisztelettel. Itt hagytam volna. Majd a főni azt, hogy fog keresni titeket. Nem én, mit csináltunk már megint? Elméletileg van az érkezett. Ez az. Oh, végre. Az első parancs, nem vártam. Ki fog keresni, Szója? A főni azt, ami keresi őket majd, ha minden akkor igaz. Akkor mondjuk azért azt. Nem az. Itt vagyok! Itt vagyok, főnök asszony! Itt vagyok, tisztelettel! Jelentkezem! Jelentkezem! Főnökem? Menjetek el, srácok, maradjunk! Tudom, bár szólt a szúj! Igen, itt vagyunk! Egy főnök asszony, elugranék esetleg egy lőszerén, ha cse esetleg akcióba kérem! Bemaradj! Jó, menjél! Elengeded, bibibi! Akkor nekem is hoz lőszert! Jaj, én is vagyok akkor! Bent vagytok a núzon? Aha. Nem vagyok föl, én is csatlakozom. Én meg lassan tiplizek, tesikém, úgyhogy úgy csinált. Oké, boys. Hallod? Be fognak minket parasolni? Valami paras? Semmi nem, mi lehet? Mit csináltál? Mindjárt megtudjuk, de aggódjunk szerintem. Menjünk, hallgassuk meg. Hát menjünk, bazd meg. Lelőttem 8-szor gumissal. Nem itt vagyok. Megállni. Itt vagyok, főnök asszony, tisztelt! Igen, csak ugyan vagyok. Rendben, 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 főnök asszony. Nagyon jól áll ez az új datek, főnök asszony, mielőtt még nagyon bepanaszt. Aztán elhúzták a csíkot, ott kilőtt egyet a mutató, várj, kilőtt egyet a mutató, talán ment a darab, kilőttem kettőt, utána elkezdtünk menekülni, mert vadásztak ránk. Ugye ott felmásztunk a partra, jöttetek ti, aztán ennyi. De ki kezdeményezte a lövöldözést? A lövöldözést az úgy lett kezdeményezni, főnök úr, hogy ugyebár a kocsi az teljesen lerobbant neki. Okay. Kiszálltak, elkezdett menekülni, felszólítottuk, okay. Hogy álljon meg, tudja nagyon sokszor. Gumilövedék is, hogy most jöttem rá. És okay. Akkor az akcióparancsnok megkezdte a gumilövedéket, én rálőttem egy árammal, mondom, ne parázsatok, ez csak áram, nem vagyok meg senki, tudja, én felszólítottam őket. Okay. Utána meg, aztán meg valami nagyon durván elkezdődött, olyan volt, mint 98-ban, amikor a apujék kimentek ott a Grove Street-en. Ja, mindegy, akkor mondjad. Sosem mondhatom, hogy apujék tökkentek. Ez mi van? Ezt te ahol jöttem? Ez a hang. Most már beszélj, rohadt hamutartó. Ja, azt hittem, hogy a gépencét. Jó, hát ugye amikor láttam már, hogy 25-ögyére sokkolják le, én őszinte vagyok, én akkor a Glock 18-ossal előttem a lábát, de valahogy azt se érte meg, és szaladt a kocsi után. Mondtam, hogy jó, van a faszomba akkor. Várj, amikor előtted a lábát, akkor láttál fegyvert a kezébe? Hát tartottál kisany. Lőttek is nekünk, főnök úr. Szép vagyok lőve. Jó, hát akkor tiszta sor. Képzeld, főni, megkarcolták a legújabb Jordan nadrágomat, hogy itt a izé alatt vágod a Keblár alatt. Igazából... Majdnem meghaltunk, de ez a legnagyobb bajod. Azt a kurva, nem sokára lehet, hát mondjuk már ami felmenni. Hát, már nagy várólista van, ahogy látom. Igen? Szúgatszín. Hát, hát már gyülekeznek itt több, mint, most nem akarok hazudni, de több, mint 25 szemét látok. De akkor... Hát be. Ilyen izékben, ilyen megbeszélésekben. Az jó, az a habú, ez te leszel. Én egészkor én nem várakozok, sajnálom. Ember, max fél tízig vagyok, tehát... Hát,
Most miért? Miért kellett? Komolyan! Én csak annyit akartam, hogy meneküljenek el a faszomba! És most már ez lett belőle, bassd meg! Mi a faszért kellett ezt csinálni? Én eddig soha voltam aktív, de biztos, hogy többet nem leszek a szkóra. Na, na. Hát, akkor is az ólomat, hogy én többet nem leszek. Nem tudom, de elég sokan vannak ott, és gondolom ehhez köthető. Nem áll, bassd meg! Komoly! Nem, ez biztos, hogy nem mi vagyunk. Ja, jó mondok, tesó, ezek nem mi vagyunk, vágod. Tesó. Ha jó. Ez mi nem lehetünk, mert a bankrabláson 2 kocsi volt, max 5-en voltak. Akkor jó. Ja, főnök, tényleg. Vagy egy menet közben, vagy egy 3-4 autóval pluszban. Igen, elég sokan lehetnek ahhoz képest, hogy nem voltak egy ilyen. Hát figyelj, ez... Most két lehetőség van. Vagy nem mi vagyunk, vagy mi vagyunk és szopunk. Ha mi vagyunk, akkor gatya van. Hát, akkor már hívtak volna minket is, bocsi. Hamu, illetve Lődög, elméletileg valami túszok jöttek ide, azt panaszt jöttek tenni rátok. Hogy? Kovácsuk az egyik egy ilyen sapkás volt. A másik hogy? Pedig egy ilyen csöcsbimbó álló asszony, akinek hogy egy gépfegyver volt eltakarva, a gépfegyver volt eltakarva a cickója. Tudom. Hát, akkor kimegyek addig bankrablása, mert okay. Nem lesz semmit. Vicsej, yep. Vigyázz magadzsal, tudják, hogy az osztagunk tagja vagy. Most vadászni fognák rád a gangsterek, érted? Hallod, szói. Tudod, hogy négyesen ott mi elég sokat nyomtuk a sebbivel. És elég sokat sebregettünk. Igen. De én úgy vagyok vele, hogyha itt egy tizet kapok, nem fogom ledolgozni. Sebbi, adjál már neki eszet, mert ha én adok, akkor neki fájni fog. Nem fogom. Majd megjön neki. Nem fogom. Ne idegeskedj, tesó! Ha mutatom, mindent összerodázik, nem lesz itt takarítás. Majd ő szépen leszopkodja az ügyfeleket, és a ügyészeket. Na. Figyelj, hogyha fogunk kapni takarítani valót, én nem fogom lesz magasztani a szkúrt. Nem lesz semmi. Inkább elmégy azt átszínezem, ha elimet, mert emszös. Főnök úr, a két túszra visszamenőleg tudja nagyon, hogy a testkamera mindent elárul, és nem voltunk szemtelenek. Benne voltak a nevetgélésre, meg mindenben. De, jó, igaz? Csak volt egy kis... Megmondom őszintén, és ezt bevallom tisztességesen, mert ugye azért szolgálok és védek. Én meg akartam védeni a hölgynek az épségét. Megkértem, hogy kapcsolják a bankrablók a klímát, mert a bimbója majdnem kiverte a szemem. Egy százasszög úgy össze volt dermedve. Ha mutatom, szintén azt mondta, hogy csempevágóra esély van itt az a bimbó. Érti? Aha. Értem. De amúgy az egyik túlszünk, akiért azt mondta, hogy vertétek. Ez igaz? Mert össze-vissza ütött a nő, és nem ütötte vissza, ilyen sem volt, hogy egy picsárak engedte vissza megütni. Hát már régen töltem volna kezét, már mert a gettóban faszopónak. Jó, mondom, Fabuter. Yes. Amúgy figyelj már, Hamu. Yes. Tegnap mi volt a Szotyi úr? Bárra mentél azzal az autóval? Aha, itt vagyunk. Hát figyelj, megfutatom. Kirándulni akart az életem. Megfutatom neked. Hogy láttak a tízét. Főni, gyere mi? Le se szart, ennyi volt. Ennyi volt. Mi elviszem én oda, ahol fölmentem a dobra. Hallod, valami gyülekezés van, ha úgy szartam, mi a pat csináltunk a mai nap? Én nem tökre az a kis szólít akart, csak tudod. Hova kell menni? Vedd elő a hangszórót. Menjünk a sajátra. Melyik rádió volt? 3-as, de menjünk tehát a sajátra. Gyere. Most hova kell menni? Menj ki, hangszorom és kérdezd meg. Örökít neurológiai esetek? Halljátok most izé. Mi van? Gyertek át sajátra. Itt vagyunk. Hogyha véletlen minket, hogyha véletlen be lehet ilyenkor minket támadni, akkor ez szopó. Halló, ez bár itt a sajátok? Szerintem nem lehet. Igen. Szóval. So, Főni, gyere megmutatom, hogy hol történt az incidens, hova mentem fel. Szerintem elenyésző volt, de megmutatom, gyere. Nem menj ki, hamutartó. Nem menj már ki, bocs meg, nem érted, hogy izé, kobandó van itt, kint. Hol? Hát erről beszélek, te amúgy figyelsz, te parom? Nem. Most már megint a fejedből ki vagy esve. Hát bejöttek betámadni a dúzt, te fasz, erről beszélgetünk már egy 10 perc, hogy rohadjál meg. Nem. Én csak... Ó, geci. Ja, te csak összeesküvés elméleteket nyomta, azért hordasz napszemületbe, este voltál egy rép partiról, jöttél hajnalba, és nagyon be vagy izé, speedetve, mi? Elmondhatom. Persze. Csak...
feltételeztem, hogy ilyenkor be lehetett, de amúgy nem lehet, én parafest, úgy tudom. Tesó, akkor ebben egy kis extazi is van. Semmi gond, nincs semmi gond, velünk. A kokain az simogasd ilyen, a falat! Nem, a kokain nem ilyen, ha az felütöd orba, egyből kihozol. Simogasd addig a falat, hozok a lefoglaltakba egy kis kokszot. Mindjárt jövök. Oké. Okay. Ezt megnyerted, most föl kell szívni. Kettes rágyom vagyok, ha szükség lesz rám. Mert mi baj van a kettesen? Hát halljátok, hogy fölök. Vagy iszél. Mondtam, hogy jogsa. Ne. Okay. Mi a fa? Mi van? Shelby. Mondjad. Hát, hogy mondjam neked? Hát... Mi van? Ami valami balszabát írt. Jó van. Mi van? Most beszélj már, mi van? Nem tudom. Na mi van itt? Oh, szakúra mennyien vannak itt ebbe az admin. Fogadóba. Ironside. Azt a faszom, mennyi mindenki van. Garcia. Amúgy ez nem miattunk. Nem miattunk. Na vecsük, akkor jár őrbe addig. Jó, akkor én közben megfigyelj nekem. Mész, tesó? Ja, nekem van egy kis izét, esküvőre megyek, egy másik világban. Megy, tesó. Vigyázz magadra. Vigyázz magadra, szeretlek. Én is. Ezeket a dolgokat majd azért pörgess ki nekem, jó? Oké. Okay. Te is nagyon vigyázz magadra. Szia, tesi, az csak ésszel, tudod, a dóziba. Jó, kacsit, kacsit. Csók-csók. Csók-csók. Halló, halló. Na, becsük akkor közben, jöttök? Baszki. Menjünk Shelby. Vagy mi legyen? Hát én megyek, ezt átfestettem Alimet. Szerintem. Jaj, még egy picit vagyok. Akkor megyünk autóval, Gyere. Mondjuk, mert felmegyek, meg kell aspirin, meg új álló, mindjárt sem. Oké. Hallottam utartó. Mondjad. De elvileg még az ami beszélnek kell velünk, vagy valami ilyen. Az velem akar, mert bejöttek beparaszolni minket a két túsz. Ja. Jó, de szóval az, hogy az egészen, de akkor félre van valamiért, vagy? Hát majd akkor elbocsa, most adarináljuk itt. Gyere, itt vagyok fönn. Menjetek nyugodtan addig. Nem arról van szó, Főri, a két túszról, hogy jöttek ide vergődni? Még egyszer? Nem arról a két túszról van szó? Elméletileg igen. Hát Főri, abban nem volt semmi extra, hoztuk a szokáshoz, nem pofosztuk föl őket a bankba, ne aggódj. Csak Ágyi pofoszta föl, inkább lőd itt. Hát ilyen kötekedősök, ismerik azon a céget. Azon úgy igaz, már láttam. De azért mondom, hogy ha nagyon szeretnétek, akkor szerintem meg tudom oldani, hogy lássátok. Gyere be, ha mutatom. Gyere be. Elment. Mi a baj, itt vagyok. Lődinek el kellett mennie, de nem csináltunk semmi rosszat, Főni. Nem pofosztuk fel a gádzsit, nem ütöttük le, nem bántottuk senkit. Verbálisan mentek a nevetgélések, ennyi történt. Jó, verbálisan a következő a helyzet, 9 órától boxmeccsed van a núz előtt. Kivel? Mi van? Azért, amit mondtatok a hölgyre. Mit mondtatok rá? Nem mit is. Mit mondtam már? Melyikre sértődött meg a hát, csempevágóra? Felfújjátok a mellét, meg a száját, és eljött nem, ő mondta, nem, ő mondta, hogy ő lúvnyi. Hogy ő ebben dolgozik. A lődi meg egyből előjött a régi vére, mondta, hogy nincsen gond, akkor rendben akunk jobban, a szólunk a testvéreknek, azt megoldjuk, hogy jó legyen a helyzete. Aha. Rendvédelmisként ez szerinted normális? Soha próbáltuk oldani a feszkót, mert olyan feszület volt bent, hogy rendesen sírva fakadtunk. Ja. De én összeboxolok vele, hogy ezen múlik. Készen állok.
Jó, hát az nem használható, csak az öklöd, jó? Hát, erről nem volt szó. Én mondtam neki, hogy csak gettusba boxolok. Azt mondta, hogy jó. Fél pillanat, jó srácok, mert... Tudom. Sordi, becsük jár őrözni főni. Szói, ezt te is. Nem lehetok. Nem, megvárom. Jó. Ez ekkora nagy probléma van? Hát nem tudom, nem láttam a helyzetet, de mindjárt visszanézem. De ez nálam van? Ez a miék még? Nem. Nem. Akkor jó. Hát, de, amúgy, de várjál. Kristóf, láttad a vizét a minden rendvédelmnek a... Ja, igen, láttam, elég kikaptak. Az kemény. De a CIA, Park Ranger, Sheriff, LSPD, US Marshal, meg ki van még? Senki. Csak mi nem volt, mindenki, csak mi nem. Kb. Hát, ja. Hát, amúgy igen. Ez kemény. Miért ki az, aki... Ki van még rendvédelem, csak mi? Hát, jó. De ember, ez azért kemény volt a mostani geci. Az is cserülök, hogy túlértük. Hát, nyelméletileg meg... megjött. Őszintén nem hittem volna, hogy túlérjük. Egy pillanat, megnézem Szotyival. Ez azért kemény volt. Na, megyünk a faszomba járőrözni. Hajjé. Itt vagyunk az egyvényre. Szép napot! Szevészült és Cyborg Tali! Örökhöz jöttünk. Itt mehetünk az egyvényegybe. Itt az én kollégát szeretném. Szerintem tedd el azt a kép, most rád vágom a bilicset és beviszlek. Tedd be. Ja, tehát akkor magára lehet. Ez nekem alapfelszerelésem. Émi kollégát szeressük. Figyelj, nyugodtan üssetek meg, bilicset rávágom. Émi kollégásra. Itt vagyunk, itt vagy megérkezik az Émi kolléga. Időben érkeztünk, Émi? Időben, viszont belső nyomozást fogunk indítani, mert az itt elmondásatok. Az üti az embereim elmondását. Jó, szóval akkor játsszuk le, hogy egy V-ben tegyen. Egy V-kettőben adjam. Mondom, jelezni fogjuk, hogy mi lett a vége, jó? Én most szeretnék most valami intézkedés nyomat látni az ügyben. Jó. Mert én se nem Willy Wonka vagyok. Szeretnéd, hogy előállítsanak az előjegyzett rablásaid miatt, vagy sarkon fordulsz és elmész? Az utóbbi opciót választom. Szimpatikus volt. Köszönöm, Féli asszony, a mindenfajta dokumentumokat belül. Viszlát! Már csítasz, geci. Ne magyarázzál már, leszakadt bundás kenyérből, beraklak ide a... Jézusom! Dick, mi van veled? Fogd meg az ölebedet a szragnyakörbre! Csítasz, geci, maradjál! Elmegyünk. Adjatok ma előszert, ilyen nincs is nálam, bazdmeg, meg lövöldözzetek ezzel. Kocsia, geci. Bár. Főni? Akkor utána megbeszéljük, jó? A sortját még mindig... Na vegyük, várjál, az a lőszert is vettünk, mert ebben is lőszerem a kedvenc fegyverembe. Ja, nekem is kell. A vizé parton előttem csávóra az összeset. Tudod, hoztam guvilődék is, mert 10 lőszert mondom, úgyhogy szoktam vele annyira lövöldözni. Én nagyon szoktam vele lövöldözni, szóval nekem kell. Hát, de aztán tudod véletlen, hogy kidok ki az illegális vagyókat a rendvédelmi tárolóba? Ez halványilag őzős ügy, biztos, hogy nem én voltam. Én nem mondtam ilyet, csak kérdeztem. Úgyis én leszek meggyarúsítva. Na halljak meg, hogy csak kérdeztem. Gyere, várlak itt. Oké, megyek mindig. Faszom. Most már kifújhatja fogunkat, geci. A part az azért kemény volt, geci. Rájöttek a 15-en. Hát az így, akkor túlértük. Hát őszintén én nem hittem volna túlérjük amúgy. De az mondjuk jó ötlet volt, hogy izébe úsztunk és felmentünk. Hát ott nem volt sok választásunk. Én reménykedtem, hogy a kocsit nem lőtték szét, de... De sajnos, de...
Na, de azért hármat csak elhoztunk, amúgy. Hát ja, ha bárgya a geci. Az a lényeg, hogy mit... Az a lényeg, hogy mit túléltük. Itt mi a fasza? Ja, de nem kell mennünk, jó reggelt. Az a személy voltam, úgyhogy... Ugye felmentem. Ott az úton. Én őszinte vagyok, akkor ti már a hatodikat lőttétek rá sokkolóval, meg gumilövedékessel, én akkor már lőttem a kocsira is egyet, és utána meg már faszom volt. Hát, amúgy utólag még bántam, hogy nem lőttem ki őket, mert tudod, nem akartam, hogy az legyen, hogy most fent üljünk két órát. Nem most akartam. Most figyelj, húztuk, ameddig tudtuk, ennyi, most nincs ezzel baj. Ja. Felszólítás után lelőttem volna őket, amúgy meg lett volna az összes. Jó. Akik a kocsiból voltak, meg lett volna. Megmutassa, bocs, hol követtem nagy szabálysértéseket? Nem, mit csináltam? A Challengerrel jöttem, tudod, a Dodge-sal. Igen, Dodge, igen. Mert itt a nagy zsihid, üldöztem ezerre, itt mentünk, túl. Igen. Mentünk, még mentünk, így, igen. Így. Felugrottál mi? Nem. Az emberünk itt repült ide, onnan meg oda. Én meg valahogy ide fölmentem a Challengerrel elé így. Ma volt egy üldözés, volt egy terepjáró, meg egy tolatós lámbó. És úgy képzeld el, hogy a gáton folyamat itt végigment az ével a lámbóval. És végig a földes úton a gátra is felment mindenhol. Fassa. Tényleg jó, hogy mondod Shelby-nek, ezt mondjuk mondani kéne, hogy kérdezzen rá, Szaszi. Tisztelet, üdvözletek, közúti igazoltatásra álljunk félre, kedves törpeautóm! Nem mentem magának! Kicsoda éd? De volt előttem az a kis izé! Akkor álljunk félre, közúti igazoltatásra, jó? Álljunk félre, jó? Állj be meg. Szállj ki. Ha... what? Vigyelj, kedves neurológiai esetem! Szállják ki a kocsiból, jó? Hogy a faszom egye meg, tényleg? Szállj be. Tényleg, geci, hogy egy ilyen neurológiai esetekkel kell nekem állandóan vergődni. Jó Isten, miért nem veri meg engem már tényleg? Hát engem nem megvergeszi. És ki... Hát... Akrobásért nem kapunk semmilyen izé, hogy mondjam. Hogy mondjam neked, hogy jó is legyen. Na mindegy, legyen. Ne törődjél vele, a lényeg, hogy megúsztunk. Ja. Olá. Üdvözlet! Közúti igazoltatásra félreállunk, csak ne itt egy kicsit haladjunk előrébb ott a híd alatt, jó? Tisztelettel. Ja? Akkor imádlak, lecsés szerencsés. Amúgy sejtettem, hogy ilyen kocsi, mert nagyon ilyen izé. Itt meg mi a faszom történt? Nincs egy darab autó, akit igazoltathatnék. De már tényleg, nem az ilyen kötözködésé. Hát na.
Tesó, az MDT-ből nézzük meg szerintem azt az a körözött szemét, nem? Még egyszer? Szerintem az MDT-ben nézzük meg azt a körözött szemét, lehet, hogy itt van. Na jó. Nincs itt, ez nem jó volt. Azt hittem megijednek, azt elmennek, tudod, fordított pszichológia. Hm. Na, akkor biztos lett volna valami baj a fülük mögött, érted? Geci, nincs senki itt, akit igazoltathassak? Már tényleg a faszomba. Ezek, na, ez a kocsi, meg egy másikkal volt a izé. Gátom. Üdvözlet! Közút igazoltatásra szálljuk ki, kérem! Motort állítsuk le! Jó tisztelettel! De kocsival vagyunk! Hát szálljunk ki belőle! Jó! Állítsuk le a gépjárművet! Oké, leállítom, kiszállok! Várj egy pillanatot, csak éppen csörgök! Pillanat! Száll ki te? Pont hívtak! Húha! Nem biztos, hogy vissza kéne szállni, mert ő fegyver van magára fogva. Jó, hajrá. Mit tehetem szerinted? Megy a felszólítás? Aha, megy. Már ijedtem. Azt a kúrom. Jaj, a fejem. Ne, ne, ne. A faszom. Szállj vissza, Szucsi. Szállj vissza, Szucsi. Azt a kúrom. Sáza, ki kéne szállni amúgy. Most engem akar tényleg a csibész megrátszatni? Na, Sávi, jössz öltözni Léci, mert segítem, köszi. Megyünk föl, igen. Második ment, kint van már? Bocs, írom. Szói, itt vagy a rádió? Igen. Pep, Léci? Nem jellemző, de miben kéne? Üldözés. De mi a büdös faszom? Jó, rád fegyver van rád tartva. Szépen akkor állj, tedd fel a kezedet. Jó, ne, várjál, Léci, ne, de kérlek, várjál, hagyd szálljon vissza a srác, mert konkrétan... Jelsik a kocsiból, legyen, engedjük meg neki. Hanyadiknál lehet a pit? Negyediknél, de majd 12-kor kell írni másodikat. És a harmadikat, bocsi. Jó, majd a negyediknél. Csak laziba kövés. Heli van felettünk, úgyhogy igaz. Sábi követi. Az repül. Megtalálok téged, ha egyszer véget ér a nyár. Megmutatom neked, erőt kérem. Ne fékezzél be elém 3 méterre. Ha befékezz, akkor bébasztál, hát ennyi, most.
Na tesi, nyomjad neki. Felmenni gát. Szóval hívom még valaki rádión. Menj tovább gát fele. Jaj, azt látjuk. Gáton áthala. Munkás autó is van ott előttük. Embereket sem megállal jöttünk az összetyök. Egyenesen megy az úton itt végig. Bocsi! Ezt kaptuk, Geci. Menni itt oldalt, korláton, figyeld meg mindjárt. Jó meredek, ezért nagyon meredek. Ne, ez bazd! Álljuk félre pertet kezekkel, jó? Köszönöm! Álljuk, szálljuk ki! A helikopterben is van fegyver rátok fogva, jó? Szálljuk ki feltet! Átmegyek volt. Nem lehet még lőni, fasz. Kereket lőttem. Véletlen, vétlen volt. Nem lehet. Vétlen volt, csak fogtam. Lőnek. Hello, Elboyso. Szevasztok. Beestél, vagy mi? Vigyük egyet az elvestek át a perszednek. Kilőttek a kocsiból. Fogalmam sincs, ha a mentős eldönti. Legát átfutat ki. Elszik itt a dolgait. Ide jövök, elkezdem megvizsgálni az urat. Ó, fejbe lőtték. Ennek lőttek. Beleúszok egy hullazsákba. Hol van? Tisztelt. Mindjárt megyek én.
Na, itt vagyok. Helyzet, fiúk? Kinek hogy tette úgy a napja? Na mindegy, várjuk, hogy felirodjuk, aztán megyünk valamit alkotunk szerintem tovább. Faszabb az meg, szevasztok, hello, bello, üdvözlök mindenkit. Belosztál lelkem. Én ma holnap megyek. Ja. Na már csak egy perc. Na már csak egy perc. Azt menjünk.
Jó vagy, tesó? Jó, gyere, tesó, becsuk. Mi történt? Mangekyo Sharingan. Itt vagy? Ja, meg vagyok. Na gyere, vegyük hozzám az autót. Vegyük vissza. Faszom, beszakad a fejem, úgy fáj. Na. Igen, bocsánat. Nem tudom. Micsoda? Nem tudom, hogy van valami kocsit, vagy valamit. Van, van, gyere. Ja, jó, tényleg, oké. Okay. Hát akkor menjünk vissza, tomozorhoz, dobok egy ilyent. Oké, okay, tessék. Aztán... Mi lett a néve? És a démon, űzés, bassátok rá! Nem találom. Keresse meg engem, Doki, ahogy pedig. So. Várja! Hallod, Nagyi? Vicsivál! Vicsivál útra! Vicsivál minket útra! Hát de most minek, ha itt van énje? Vicsivál minket ényen útra! Hát adok egy kocsit, ha nincs kocsitok. Nem tudom, hogy le van-e robban a vicsivál, most addig szorizok. Gyere, szállj be! Na gyere, no. Na, köszi. Hol vagytok ti? Hát, Nóz. Hogy is hívják velem? Mi a helyzet veled, tesó? Mi van veled, DJ? Jó minden? Jó minden, csak kevesen vagyunk, azt rohangálom, mint a mérgezett egér. Ilyen ez a popszakma? Hát, jó. Ó, Istenem. Mi a faszom volt itt főgarázsnál? Hú, hát itt már nem tudom mióta ott hatalmas balhé volt. Rengetegen voltak. Rengetegen? Rengetegen. Nagyon rengetegen, vagy kicsit rengetegen? Nagyon rengetegen. Az jó. Rengeteg autó, rengeteg ember. Rengeteg, rengeteg? Yes, yes, yes. A főnivel mivel, hogy bírja még a sok neurológiai eseteket? Hát jó, bírja, mert nincs. Ja? Rátok hagyta? Vigyétek ti? Hát csináltuk, amit akartok. Hello, hello. Jaj, fasz. Hát legalább megtanultál vezetni. Halló? Eddig nem vettünk neki semminek. Ez fejlődés. Bazd meg, én mindig tudtam vezetni. De hallott. Amit a lődő csinált, te gyerek, azt a kurva, 5 méterenként falnak mentünk. Dehogy mentünk, az csak nálam tűnt úgy. Jó, hát ez katasztrófa volt, amit csinált. Hát Nagyinak nem utasd be lődit, lődi az lődi. Ugye, Nagyi? Te mélyrehatóan ismered. Jó van, amúgy ti jó vagytok. Megvagyok, hála Istennek. Szólok Lődinek, hogy csárázzol ki, mert elhoztál, jó? Benne vagy? Na jó, van, azt megvárom akkor. De nincs itt a Lődi, vagy szólok neki, menjen be hozzád, jó? Ja jó, rendben van akkor. Kösz, Tacsi, pusszat rá. Szívesen, szívesen. Csók, csók! Látod, mondtam, lesz fuvarunk. Hú, fasz. Na, akkor jó itt neked. Jó éjszakát, tesi. Jó, ez volt az ecsém. Ez. Ez. Egy pirincs. Pirincs kulcs.
Kaka bőr sírod, csucsú? El is tám telefon, bajzd meg. Szevasztok! Hello! Bizsú, merre vagytok? Most viszem festeni az autómat, aztán vagyok. Jó van, festegess, mi a fasznak? Hát megfeljön az új szín kívjálságoknak. Jó, hát én majd egyszer lefestem most nem. A sportautó, ami két színű, azt is lehet festeni? Szerintem nem. Jó, mert ez most, hogy elvittek az UFO-k, és mikor visszajöttem, az most amúgy sem tudnám megcsinálni. Hol vagy? Hol vagy izébe? Secret. Üdvözlet mindenkinek! Ja. Lehet csatlakozni még? Tisztelte! Jártak, ja. Halló? Egyedül vagyok! Gyere, hármas rádió. Neked igen, hármas lehet. Rádió. Akkor hármas rádióra becsattottam. Mehet a tósztárgyaló. Megyek. Jön vissza. Jó. Gyere X-re majd, tedd le a kocsidat, itt van csak már. Az szép volt. Luk. Szó, tesó? Jó reggelt, jó reggelt. Hú, akár a szárban ez Zorsz 10 rádió. Valaki lefoglalja az autóját? Szerintem nincs. Úristen, hátba lett lőve az úri ember. Jól tettétek, vagy még hármat egedsetek rá. Nem maradnak lőve. Elkezdem átadni. Hello, jó napot. Elállok nála. Mi van, Eren Walker? Hova szaladsz? Epes milkshake-et, űrsütit, készpénzt, telefon. A baseball ütő az legális? Vedd el tőle. Baseball ütő. Hát nem teljesen. Nem. Akkor azt akcióparancsok, itt van a rádió? Nyomkövetőt, étlapot, még egy kis kaját megyek. Fent vagy rádión? A zsebét, itt van. Ne mozogja, öcsi! Itt találok nála egy Colt M1-et. Kérdeztek, hogy itt vagy a rádió. Úgy, várjál. Nem mozduljon már. Basszatok rá egy bilicset akkor. Én ezt letartóztatnám. Nyugodtan. Nem mozduljon már. Akcióparancsnokot keresik a rádión, uram. Hallgatok, elnézést. Tessék, mondjuk. Ben van a túlsztárgyaló. Valaki nagyon kúszott a sikátor. Igen, mert van nála egy fegyver, és menekülhet tovább. Most is menekül el folyamatosan. Elnézést, gyere csak. Megállt. Megállt. Tartóztassatok, levigyétek be. Valaki klippelje ki, léci. Csak
A núzós kollégánál van aspirin. Tesó, életem nincs, nem vagy aspirin. Tényleg a csokitól akarsz kugyérbálni? Ja, én szoktam általában kérni cuccot mindenkitől. Hát de bántsad a fek a haveromat, légy szíves. Nem bántom. Látod, csokik összefognak, öcsém? Ami problémád van azért, mert barna mögök, barátom, nincs, he? Nincs probléma. Figyelj már ide, te ipózott testű! Dik azzal, mi van ott. Rohadj el meg, fogadjuk, hogy fehér vezette. Nem vagy csak klasszista amúgy. Rendben, azért köszönöm. Várjál, csofac, tényleg listálom. Listálom. Listálom, halljak meg. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ezek az emberek. Egyből már a fekete csokit találják meg. Tőlem is kérdeketett hely. Azt hiszi, hogy azért, mert csokik vagyunk, teli vagyunk, mert van egy Balai 30-as turbos fasz alattunk. A kis irigy. Mindjárt fejbe kúrom. Nem kell, ne bácsad. Mi van velem? Nincs is egy nyomkövetője. Az a baj, hogy ilyen neurológia esetben szenved, az egy külön életforma, az egy betegség. Soha ilyenkor túlságosan elhiszi, hogy ő valaki. Kettő túlszék kérnek abba az irányba, szabadultatom erre az összes sebvédelmi autó áll. Plusz egy túlsz és felüldözés. Tehát, hogy összesen három túlsz teljes szabadult abba az irányba és felüldözés. Látod, mondtam. Csak hány darab túlsz tartozkodik a bankból? Nem hallottam, vagy nem mondtam. Ja, 6 darab túlsz tartozkodik a bankban, 3 agyas és 3 agyatlan. Mi legyen ezzel az úrral, aki polisz autóval jött be és civil? Micsoda? Rendőrautóval jött be is civil. Akcióporostok úr, nincs sok autó a helyszínen? Még egyszer, elnézést. Nincs sok autó a helyszínen? De, az van. Rengeteg van, autó. Tudom. Hány terepautó van? Mi vagy te? Három. Egy rossz korbos képű vagy. Hallja, more! Nem tudom, küldjétek el, most more! Figyelj be ide! Halljak meg! Mi a faszom, hogy kellett elvinni az helyszín. Autót? Egy rossaszín traktorral jöttem ide! Hát akkor rossaszín traktorod a húz el innen magadat a csába! Miért kellett is társkodni? Verjem a szádba! Hogy én verjem ezt a csoki faszomat? Hát menj be ide! Én dob fel a kezedet, jó gyerek! Hát szétlőled! Akkor nem tudom. Legyen úgy, hogy lesz... Haladjál a fegyver, dobjátok fel a kezeteket! Nem kell három. Pincseljétek le! És csak terepjáró. Utoljára szóltam. Nem kell sportautó, sportautók elmehetnek. Becsi, elfele! Meg. Mit jegyezzek fel? Menjél el! Szét foglak, baszti öcsém! Medd le az egyenru! Be lehet fejezni. Vegyél vissza, öcsém! Mi folyik így gyöngyösen? Haladjál elfele! Rossz hom lesz! Dobja a gecit! Menjen már innen! Nem hiszem el. Haladjál ide elfele, homikám! Szobd le apád! Szobd le te a faszomat! Ezt még ajándékba adom! Itt magaddal! Hello! Várjál közben! Köszönöm! Közben hom leszek egy szétbaszom! Nem bírnak magukkal ezek a rossz felhajzó csövesek! Az igaz! Melyik autóval jöttél? Hát azzal, aminek ott baloldalon ki van durom a kereke. Akkor mindegy, jössz az egyébben, fogsz az el. Nem tudom hány darab sportautó van, és jön helyébe 3 darab terepjáró minimum. 3 darab terepjáró az elég lesz, úgy pont. A sportadja vagyunk. 3 terepjáró. Tudom, de még kell, plusz még 3. Jajó. Vigyük el az eresheteket. 2 darab izé van, 2 darab terepjáró felőlük, és akkor nem tudom, 3-3 egyre. Szevasztok, ciások! Szevasz, nóz! Szevasztok! Bizú! Hát jó minden, basszik itt a rezet. Hát a szokásos. Az akcióforrastok meg a túlspárdról, tricsel, addig hozzatok már majd kávét, meg egy piátot, meg egy jó cigit a túlcsukba. Nézd csak itt egy cigis. Tessék. Nekem is adhatnál egyet, Ferike. Orszípat, halljak meg! Te lehettél a hordozó. Nem tudom, mivel jött, terepjáró vagy. Nekem is adj egyet, Ferike. De nincsen, és valószínűleg nem az a matrica lesz rajta, szóval nem tudom. Szóval még kilop... Nem, mindegy, szerintem. Plusz egy örül akcióparancsnoknak. Hallgatom. Köszi. Készül már, amikor vagyunk. Véletlen négyet vettem el, bocsánat. Micsoda te? Az ugye rossz a fejű. Melyik rágyó vagyunk? Hárbas! Bocsán! Készüljünk az átállásra errefel, ahol állatok. Mindjárt csak elszívjuk a cigit. A cigit, akcióporos csukú cigit előhetjük azért? Hát,
utána, utána. Maga szimpatikus gazdi! Na akkor jó, álljunk át. Nem értette. Ne bazzed, te is elkezdted. Na akkor majd átállunk majd másra. Most ráérünk. De látom, erre is felkerült a jó kis felni. Állj már át vele, tesó, mert nekem cigizek. Jó. Oké, átálltunk az autókkal, jöhet az a három darab túsz. Nem tudok kivenni autót, mert valaki ide állt a US Marshallos autóval és be van zárva. Akkor gyere vissza az eres héttel. Nem, itt van, nem szólnak. Majd foglalsz el a kocsit. Hú, Turi, gott tesó! Ja, nálam mindegyiket ki kellett húzzam. Nálam is, olcsó volt, 60-ra, Jason a Futuringra vágtam. Egy túlsz kiment és még kettő agyatlan fikrőre. Szia vagy, egyben így autó Futuringra ment egy járából. Ülje vagy, egy a négybe mentem. Jövök. Ha is az volt itt a nagy köpregetés után. Két agyatlan a hátsó ajtón eltávozott. Hozzatok neki papot akkor. Aztán megjöttem azzal a kis fehéren, a lőjét. Ja, az kollega, már durrottani akartam. Gyere, ne meneküljék. Tudsz egy akció parancsnoknak. Hallod, elshiftod már a csigit? El, te sok. Mondd még egyszer. Top. Mi? Tudsz egy akció parancsnoknak. Nagyon erős, kaporja torka a cigi. Hát a figyel ott, hogy ilyen selejt vagy, arra nem így tehetünk. Megadható. Hát nem vagyok selejt. Hát akkor nem kapod a torkot. Vettem. Ez se töltött. Az arany barbóról, piros barbóról rohadjál meg. Hát Ferik azt mondta nekem, ez töltött. Jó, hát akkor vedd be Ferinek. Nem fogom bevenni. Micsoda? Ferik átkartott tényleg verni. Marbuló. Mi? Csak töltött, mondom. Töltött. Jó, van már kapu fejére. Marbolom nincsen, ha. Sjó. Elszívtam. Ahogy hallod? Most ez lett az új ruhák, ez eltűnt, hogy ezzel mi van? Melyikkel? Ami rajtam van. Ezt már nem lehet hordani? Dehogy nem. Jó, jó van. Ott van az ugyanúgy a e-mailek között. Mindenki bazd meg ebbe a izébe megy, ebbe a rossz telepítésbe, azt hiszik, hogy bukott katonák, érted? Ja, hát kevésbé feltűnő, csak azért vettem fel. Én bekartesú, úgy vagyok fele, hogy engem fölismerjenek mindenhol. Bankrablás. Az biztos. Kimegyünk fel. Csak megszólalni kell, mi? Egy forras halka. Yes. Na tényleg. Gyors átugunk. Kikongatunk mindenki. Bankrablás, ezzel mi a helyzet? Hadd lehet. Úgy van, addig úgy kell. Ja, tényleg hármason vagyunk. Én átcsillagtam úgy. Melyik C-típus bújzé nyomja a dudá? Bülött csúni. Kukam bele. Ezt nem itt adi, mert... Mindjárt összerakom, hogy... Nem is ketten jött, nyugi. Persze, hát én is látvennék. Helyes válasz. Meghoztam a pénzt. De C. Most hármason vagyunk? Igen. Most azt hittem állít minket. Elvitt csúnya ledarán elbőtt izé négy rendvédelmist. Bemeltek? Kértök még egyet, ha? Kérdezd meg őket. Nem is ezt akart. Bemeltek a pénzzel? Tusszágyaló. Még egyszer. Még egy is. Bemehettek a pénzzel, túlszor egy aló. Itt van nálam a pénz. Nem lesz talán. Erika, hol vagy? 10-4. Itt van a ninja, és itt van. Helikopter is az. Mondom, nincsen, attól ne aggódjam. Szólítanak, Ferike van. Akkor belenné lázosodva. Egy kicsit. Igen, de bántsa Ferikét, mert utánad megyek. Mi a faszom van már itt Ferikével, hogy miért nem megy föl a hegyre? Itt a rasztafejű izé fenyegeti, hogy mondják ott Ferike barátom. Nem fenyegettem. De hogy nem látom el. Várjál, ő fehér, nem? Fenyegette a köcsök gyerek, hallottam. Nem fenyegettem.
De hogy nem, elővetted a gumibotot is, haver? Elővetette, egyből előjött belőled a gyopár ösztön, bazd meg, egyből megláttad a csokit, bazd meg, és egyből azt hitted, hogy te vagy itt a gazdi. De nem vagy te gazdi! Hol van egy csokifa? Na, megjött a másik huszkár. Na, várj, az a baj, ezek is neurológiai esetek, mert egy mondatnál elszállnak. Szóval nem bírnak összetenni három egybefüggő mondatot, úgyhogy ne akadnának el, és ne legyen benne ő, á, é. Á. Lát... Jó, megmondtam. Értem. Na, próbálkozzunk meg összerakni egy oltásnak hangzó dolgot, ami legalább három mondatba összeáll. So, kezdjed! Mindenki fogja ki a faszomat. Elveszett. Várjatok, egy pillanat, telefonom van. Rendben. Addig elmegyek. De ne itt létszik, majd ott van. Tessék, hallgatom. Az utolsó túsz, biztosító túszként szeretnének. Kimegyünk mindannyian, beülünk kocsiba és szirénára indulunk. Menjetek a kocsiba, légy szíves. Úgy, köszi! A gépjárművével. Megérdemelted. Jó van, kussoljál, igen, szoktassalak. Megöllek te, kucsi. Jó van, kussoljál, beülök. Én fogok szirénázni a US Marshalos Rambon. Gyere, hamo. Akkor indulunk. Gyere, ezt kiként. Felfejvezett. Import győztesek vagyunk. De ez milyen izé, már nem az utolsó. Megvan, akció van már. A núzos és a poliszos romok mennek az egyikre. És melyikre? Jobb, ami jobb oldalon jön ki, az az autó, ami jobb oldalon áll. Sűrű, ez is egy adagolcs akció, parancsnok úr. Így van. Ram pedig a izére. Másikra. Mondanám neki, hogy van egy jó fasztunk élem torokra. Hogy ilyen arányban nyitunk el, meg mert nem tudom, hogy siperérzékenye vagy nem, szegélykém is, inkább nem akarom. Mert azonnal berekedne. Mindegy, amelyikre akarod, amelyikre akarod. Megyünk. Akkor hajrá, van neked is rádiót. Á, nekem lemerült a telefonom. Gondoltam, hogy ilyen rossz csofat vagy. Mindenki készen áll. Na mi lesz, fiú? Igen is, kapitány. Megyetek előre, megyek utánatok. Jobban milyen. Lődög, elment aludni? Aha. Mert valami esküvőre a lelke, most el kellett mennie. Már a másik felszólításunk, az kemény azért. Micsoda életem? Jól van. A város keresztbevágó autópályán vagyunk, keletre irányba. De az egyikkel kint vagyunk nyugati. Jó van csak életem. Nyugodtan. Megyünk kifele keletén. Most mehetsz abból is. Itt vagyunk katonaság. Sű. Ez nem akar benni ez a ram. Megy, az nincsen baj. Ez nem tudom mi volt, gyereke. Katonaságon túl ment már? Még nem. Itt jobbra lementek. Vagy, még nem, jó. Érkezünk helikopterrel. Itt vagyunk új hídnál. Köszönjük új hídnál, új hídre felnek. Új építési hídnál vagyunk. Mi a szaszom, hogy cicakkozik? Hát nem tudjon is nem menni. A hagyadik felszólítás jön. HKS-nél fogunk kijutni. HKS-nél esetleg le tudjátok zárni az utat, akkor azt megköszönnénk. Ez a negyedik felszólítás a miénk? Igen, igen, pozitív. Egyenes, egyenes. Jobbra le. Van
már dolgozom le a hátrányt. Vissza. Ügyesek amúgy. Na, jobb az ő autójuk, az jobban irányt vált. A sinál vesztetik, felborultunk. Semmi gond, majd legközelebb te csak. Nem egy fogvágóhoz, onnan nem tudok menni utána. Leesett. Másik követő most ment keleti autópályára. Keres, talán nem nagyon láttam. Ment híd alatt. A bolidnak jobbra. Ja, lássuk. Határnál vagyunk. Megy tovább. Helikopter üldözi. Hol lett a marsalos az még két hegy között. Már mindjárt állítsák vissza. Megy híd fele. Ezek miért mennek egyre távolabb tőlem, és kb. Ugyanannyival megyünk? Ez egy jó kérdés. Na 3-10-et megyek, de azok egyre távolabb vannak tőlem, bazd meg. Mi megyünk Palettó felé. Nyugati autópályára menjen ki, a balizek az előbb ott volt. Maradj ebbe szerintem. Most megy a híd alatt mindjárt. Majd figyeld. Itt nem tud. Megy autópályára. Megy favágó fele, palettó fele tartalom, elkövető. Mi itt vagyunk palettóba, a másik elkövetővel. Én már csak az izét láttam, a rendőrt. Én is. Hallod, rendőr kolléga! Nekünk együtt mi az autó, szóval ti vagy sok, vagy mondjátok, hogy merre vettek, geci? Nyugodjál már meg. Di? Visszafordult, város fele. Ezek ők voltak, nem ők voltak. Megy város a jeep. Annak vizuál, merre van a vizuál? A vágó telepen van az egyik. Ez az volt pedig, nem? Aki ott jött a sárga villogó. Nem tudom már, tesó. Telepen favágó telepen vagyunk. Megyek favágó telepre akkor. Valaki tud jönni? Most jövök. Rendben. Favágó telepen hol vagytok? Éppen megyünk le az autópályára. Melyik irányba? Város fele, nyugati. Itt van mellettünk, ott megy, ott megy, ott megy jobbra. Csatlakozok. Rendben, megyünk nyugatin. Megyétek sok kücset. Attól fele mentek, Pál, attól fele mentek. Nem, megyünk vissza város felé. A helikopter látja. Háj, Beli. Szálljunk ki feltett kezekkel a kocsikból! Megy város fel az egyik. Én nem tudom, gyereket. Poéból van a lőfegyver a kezedbe? Ott van a... mindjárt hol elkanyar. Katonaság fele megyünk. Város fele mindig most nem. Most megyünk át, ha hol elkanyaron katonaságnál vannak mindjárt. Nyom. Kolléga, ott hagylak, jó? Katonaság alatti hídnál bement, és le vagyunk maradva. Hát mi felborultunk. Most ment a katonaság melletti hídon. Akkor kövessed a helivel? Igen. Ó, rendben. Helikopter elvezetett. Én már nem látok. Akkor a vizuál vagy az... elveszett? Nincs vizuál, megveszett. Vizuál, nyugi. Gyertek, csak gyertek város fele. Itt vagyunk mi is. Valaki el tud jönni, értem. Vagy? Katonaság fele futok. Balató. Lábon vagy, vagy hogy? Igen, lábon. Nem, bazd meg, hasonló. Jó, mert katonasági alagút. Helikopterrel. Hasonló, mi?
És akinek van vizuálja, azt tud mondani 10-20-as. Nincs vizuál mégsem. Rakjunk rá körözés, megvan a kettő rendszám is. Rakhatunk. Az egyik neve Don Carlo, PG4492, ha jól emlékszem. Hol van az ember, aki katonaságon van lábam? Hát itt vagyok fönt ebbe a kanyarba, még. Hol a kanyar? Jó. Egész jól vezettem, nem bazdmeg? Nagyon. Meg is lepődtél. Te vagy én? Hello, hát így mind a kette. Mindjárt kanyarnál, itt mindenkinek a motoros klubnál. Itt vagyunk, alattad. Adunk a szállunk. Színezzük át, meg javítatjuk meg, nem? Jó, akár. Mondjad, a kolléga. Csáva, tesó! Itt vagy? Baktáló, ha? Ja. Baktáló, Gyere, színezni kéne ezen a döpperen. Na. Milyen kurva szép az a részén. Meg egy szerelés is lenne rá, spanyolba, jó? Oké, is oké. Mi a színük? Ja, mindjárt mondom. De kell, de lopjad, mert kilövődött le. A tesó mondja a szint, jó? Azt kéne behurbálani. Na. Na, kell rá egy fényes fekete, egy kis pinkkel meg spékelve, de a fényes fekete jó lesz. És egy gázolajzöld. Legyen a vízi a gázolajzöld a gyöngyház. Ja, ez az. Ez lesz így? Így van, meg egy szervíz a tesónak. Csak közebb Edzsibe lesz a matek. Mindjárt mondom, tesó. Soval adok egy baseball ütőt, az jó lesz ajándékba? Nekem nem kell baseball ütő. És egy cigi? Az se. És egy GN? Az se kell. 30 000 kell. Hogy rohadjál meg, mondj egy izét. Számla számos. 178. Száz, ezer, tízezer. Tessék, te soha tudtartam. Az egyet levonta, a utalási költség volt. $29,999 küldtem neki. Nem nagyon értem, hogy hogy matekoznak, én 3 autót fényeztem le, meg egyet meg is szereltettem 45-ért. Na, kinek hogy tudod, hogy jön a matek? Átszokok most már a terepjáróra, mert ezzel bárhol tudok menni. Jogos, és ez is megy 3-10-et. Yes. Még kell mindig menekülni. A szia, szépen az akciót, megyünk vissza sajátra. Üdvözletem! Akkor álljuk is meg, uraim, jó? Már mi zuba? Én. Mert lehet nem látták, de valahogy nagyon szépen villogtam a kis popsiúkba tiszteletre. Én nem ott voltam. Nem, te, a piros ruhás úr. Azért, ja, azt hittem majd. Megkérném, uram, hogy akkor egy jogosítvány személyokra, az is egy nagyon kedves ízét szeretnék kérni. Öntől forgalmit? Céges a gépjármű elsősorban. Uraim, mikor kezdtek el szirénázni, utána már nem. Hát én őszinte vagyok, már a lefoglaltak előtt ott voltunk mögötted. Ott a benzinkút, nem már mögötted szirénáztunk. Sok van. Főigarástól, ahogy jössz. A főpublik után.
A faszát, nem jött utánam, senki hallottam, nem vagyok süket. Pedig szerinted akkor poéból értünk ide rá két másodpercre? Hát elnézést tudom, de mai mostanság a rendvédelem, hogy jó, hát akkor jogosítvány szeretnék kérni. Nálam nincs jogosítvány se személy. Akkor le kell foglalnom a gépjárművét. Jó, foglalja. Szimpatikus. Akkor addig a testvérem kiállítsa önöknek a csekket, jó? Nekem maximum, már nincs itt más senki, hát neked. Hát de ki tudja, lehet két személyiség, jó, szóval mind a kettőnek mondjuk. Nem vagyok. Sőn lefoglaltuk a gépjárművet. Be kell ülni a miénkbe, mielőtt elsöprögeti itt a szél. Még valami uraim esetleg? Hát mindjárt megnézem, hogy mennyi lesz ez a bírs. Hát tessék, egy 30 ezer lesz, uram. Kiállította, uram? Mondom, kérne egy nevet, hogy kinek a nevére írja. Így van. Egy nevet szeretne a kollega, hogy kinek a nevére állítsuk ki a csekket. Dovni Nigro. A Nigróra állítsad. Nekem nem igazán működik most az uram. Uraim, sietnék kérem. Szia, Dámrika. Szia. Éj, te még tartozol nekem. Ja, mi a számba szám? 2-4. Már kiállítottam, hogy tudtam, mert most ilyen szarakolott ez a dolog. Köszi. Csók-csók. Nem bírtam átírni az összeget. Mert ott lent kell az egyébnél. Van kamionod? Ja, nincsen sajnos. Arra gyűjtök. Még kell 2,5. Millió? Aha, hát 2,5 millió van, nem tudom mennyi a kamionom. 5 millió. Hát jó, már akár annyi nincs be. Kaptam volna. Ja, nagyon sajt, de gyűjtögetek. Legyi oldalvizes pocsi leszek. Én így szedtem össze, hopp 2 millió, hopp 1 millió. Néha megéri néha az embereknek, hogy nem mennek börtönbe? Véletlen kiesnek a kocsiba szállítás közben? Hopp, egy másfél. Én a mélykaptárat csinálom, most az is hoz egy napi 150-et. A reggel és este is jövök a városba, akkor az 3 kiló. 100 000, 10 000, 100 000. Az jó pénz azért. Hát most figyelj, nekem 2 kiló jött most ebbe tisztán be. Nem rossz az se azért. És dolgozik a vadbacsarom. Hát én szerintem megyek, megpihenek, őszinte leszek. Mert itt nagyon semmi akció nincsen már. Vagy csak én látom rosszul? Támogatom. Bár van egy van 3 lezáros városon, nem tudom is melyik ilyen. Arrébb mennének az urak? Megadom magam. Nem kell megadni, csak menjetek be az út közepéről arrébb, köszi! Mindig még most milyen halálfajim voltam? Ja. De ők is nem kezdtek egybe menekülni, most mindenkinek ez a szokása. Hát most erre mit mondjak? Még egy közút igazoltatásban semmi rossz nincs. Ott feküdt a csákkol. De hogy feküdt ott? Én nem láttam semmit. Mi te láttál? Lehet, csak egy bója volt. Lehet. Itt is egy 2 bója. Jaj, még lőnek. Kire?
Nem hallod? Nem. Az lilát lövik. Balra fölmentek. Hát figyelj, én úgy vagyok el, hogy hívjunk ide két mentőt, de ne szóljunk bele az ő arcukba. Hívod? Vagy hívjunk? Hát hívhatod. Várj, itt egy emberkem a telefonál. Jó napot kívánok. Lehajolok, elkezdem átnézni az úr ruházatát. Rendben találtam nála egy kis baseballütőt. És kötszert. Jó, oké. Na jó, van akkor. Vállak itt. Na cső. Jó napot. Vágtál a számúra, Illó. Ezzel mi történt? Mi történt? Nem tudom. Na, mi is ezt kérdezzük. Lehet kilőtték. Kilőtték fegyverre. Nézzék meg, hogy ő vérzi. Hívott neki mentőt? Kicsoda én. Mi? Hívtam. Hívok. Csak akkor hívja. Tik. Valami baj van a defintet, tesó, világít össze-vissza. Ez is neurológiai eset, amelyik a kocsiban van. Mi volt az úriemberni? Nem tudjuk, itt találtuk az út szélén. Volt itt volt egy lövöldözés is. Lehet őt lőtték. Ki tudja, majd a mentős megállapítja az évat. Hívtam neki a mentőt. Megkérném az urat, hogy addig hagyja el innen a helyszínt, jó tisztelettel? Rondba. Na hát akkor végre megszólaltál. Üdvözöllek. Előbb is köszönt. Hát nem hallottunk semmit, mert nem tudom milyen hangszigetelő üveged van, de semmi nem jött ki belőle. Ugye? Te hallottad, hogy ez köszönt? Nem. Akkor jó. Igen, ez fontos. Gertő hozta a kezébe, mindig guma levedékes. Kiszállunk, ez mindig kézbe van. Szigorúan gumival operálunk. Yes. Jó. Na. Itt maradt? Itt maradhatok. Akkor se vagy! Remélem komolyan veszi az elmes. Megírta neki, hogy a róka az úton. Te folyik most. Szerintem nem biztos, hogy ők komolyan fogják venni. Hát szerintem elég jót mentem ma. Ja, én is megyek. Visszatérek székhelyre, utána Andesavóba elajándékozom az életem. Én majd csak arccal belepuffanok a párnába. Én még szerintem nem. Csofart porhüvelyemet meg kéne fűtetnem. Hát én azon túl vagyok, hál' Isten. Én még nem. De amúgy jól megy ez az autó, csak nagyon lassan gyorsul ki 3-10-re. Még a szemet is meg kell majd csináljam, mert az e-mailek között volt valami megoldás arra, és most jutott eszembe. Bassza. Már most így megint ez a... Elmosta a jó Isten a szemgolyóimat. Bassza, bassz meg. Úgyhogy utána megyek, mert nem látom, hol vagyunk. Gyere. Zárd be. Jó. Most itt vagyunk bent az előtérbe. Sétál, köszönök. Csok, 2%! Ciao. Na, srácok, lányok, mára ennyi jutott. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és vigyázzatok magatokra, és csók.